Szigma alapú felkészülési mérkőzések. Dámy a pányi, szősnyi az vitámi. Fú, résztorok, ma akadémiai, prezdoszki, prípravné osvetlutia, GAC, Szigma alapú. Vitám medzi nami aj hosti z Olomouca, dáme celú výpravu, super. Nézzük a két csapat összeállítását, hozzuk az osztályi obidok muszkél. Előbb a vendégek, majd osztják. Kapuban 30-assal, bránkes csíszó 30, Milos Buchta. 6-assal, 6, Jakub Pusek. 7-es, 7, Jirzsi Szláma. 8-as, 8-ka, Dávid Hoska. 18-as, 18, Roman Polom. 20-as, csíszó 20, Simon Falta. 22-es, 22, Lukáš Kalva. 25, 25, Martin Hála. 26-os, 26, Uroš Radakovič. 27, 27, Martin Zlatky. És 37-essel, az číslom 37, Jakub Zsezníček. A cserepad lavicska náhradníkov. Číslom 1, 1-es, Michal Rejku. 2-es, 2-ka, Václav Jemilka. 11-es, DJ Manzia. 12-es, 12, Michal Szurzi. 15-15, Jan Kotocs. 16-16-os, Ondřej Mrzli. 23-as, 23, Tomáš Záhradníček. És 99-es, az Jöjszre Kévinói, Jakub Junis. Hazai összeállítás, a DAC így lép pályára, Domáca Gusztava. 16-ossal a kapuban, Sziszlom 16, Brányév, Patrik Macej. 28, 28, Márko Zsilkovic. 31-es, 31, Erik Javier Davis. 37-es, 37, Lulumir Satka. 82-es, 82, Cesar Blackman. 4-es, Sziszlom 4, Marin Lulicic, a 30 bráni Marian Turic, ktorý prišiel na Bosnu z Chorvátska. Továbbá, nechce játékosov, ďalej hráči v poli 32, 30 a 3, és végül 33, Tomáš Valec. A mojim jednýhlejší játékosov, to je Kromi úr, poslúcov dnešného svetlatého, pán Kromi. Ľudia aj čurajím, a mojim jednýhlejším zjel svojrofozáčky, šok bol, hálo ja vám. Hoj Radec! Mert a faszom régen a másikat, ami bemondott matóban, egy egyes kártyát, és nem adja össze. Csörtön légyen. Régen mondom, hogy a faszoknak milyen lóknak, hogy kivetjük. Nem tudom, hogy kivetjük. Nem tudom, hogy kivetjük. Nem jó, mert ha rájövök, a mamon bírva jövök. Kettő hundra. Ilyen, innen. Palukú. Pocsi dolog szőke a fejebe. Nem te fejcőkére. Nem azt a bejét a pacsint a fejébe. Énekeljétek a Radec. Igen.
Oda nézze, hogy... Ah,
Oh,
Ez a
Alessio, bravo!
Thank you.
Hey, Mark, one! Thank you.
Poi contento Michele.
Ja,
Igen. Akkor azt lagjuk el, igaz? Aztán még semmi. Véget ért az első fél idő, az utolsó pillanatokban a vendégek kienyenítettek, gólszerző 37-es számmal Jakub Szeznicek, kettős állása tartalmul, egy főtárra a hazai csapat a 15. percben, Vida Krisztófer révén szerezte meg a vezetést.
Valuku fölment a Valuku. Megkezdődött a második félidő, nézzük a Dac összeállítását. Kapuval 16-ossal Patrik Macej, védelem 37-es, 32-es Dominik Filiak, és 44-essel Timothy Záhovenszky, középpályán 28-as, Marko Zsivkovics, 4-es, Mario Lulic is 90-es, összeáll Aluko, 31-es, Erik Davis, előtt a 13-ossal Kalmán Bork, Tatásról 33-os, Tomás Malec és 8-as, Erik Pacsita. Mérkőzés állással jelenleg Dac Olomouc 1-1, hazai csapat 15. percben Vida Krisztoferjévé kezdett vezetés, a vendégek a 45. percben rövidelő lefüles előtt Zsézdicek előtt egy egyenlítettek. Tehát 1-1. Kérdeznek, hogy miért nem írják ki. Az jó. A kőkez így jó. Nem jó, ha írják ki. Nem kérdezik. El kell lódok. Ott van lódok. Hát a Laci. Oi, 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 oi
Alla faccio un porto e quello ora me la vivo, Ismét cserél a Götz, a
Mert nem hagyja a kapusnyit, a kapusnyit, a kapusnyit, a kapusnyit, a Mariel, sorry. Ismét cseréltünk, az 59. percben a pályát elhagyta 4-essel Marin Lubicsics. Helyre érkezett 23-ossal Donkos Kristóf. Az a Mali, 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 az a Mali
Sarik, vamos, Sarik,
Nije ništa.
Ciao.
Nagyon jó, itt vagyok.
Köszönjük!
89. percen a vendégek megszerezték a vezetés, gólszerző, 99-es számból Jakub Junis. 21. játékminutusa hozta új nevű vigyénye, Ator gólugrás, tiszta gyövészet, gyövény Jakub Junis. Ugyanúgy. Egy új szállásokat, ahol 1-2. Véget ért a Dac Olomouc elkészületi mérkőzés.
végeredmény 1-2, Velvet 15. percben Krisztófer, Vida Krisztóferévé vezettek, 47. percben a vendégek Jakub Zsözmések által kiegyenlítettek, a 89. percben pedig Jakub Jönisz megszerezte a győztelő gólt az Olmos számára. Köszönjük szépen, hogy itt voltak a linkodat, legközelebb szerdán Hírmóton játszik edzőmeccset 11 órakor, majd pénteket Törökország utazik. A következő hazai felkészülési mérkőzés lesz az ő tavaszi szezon előtti főpróba február 10-én, jó idő esetén a Hall Arénában. A Zalaegerszeget fogjuk fogadni, addig is viszont látásra, viszont hajrá, viszont hallásra. Kancsolszán a Stretnotyi, Rácz, Olomovocka és Isztávi.